Mindkét csapat lendületesen kezdte a korábbról elhalasztott találkozót szombaton Kozár-Vislenyben. A feketemezes Szombathely U20-as gárdája az első félidőben még tartotta a lépést a kék-feketében játszó házigazda kozár-vislenyesek kézilabdázóival. Ráadásul a 25. percben át is vették a vezetést a fiatalok, de a játékrész végéig ettől kezdve már csak a kozár-vislenyiek lőttek gólt, így 14-11-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben aztán fokozatosan léptek meg a házigazdák, és a 43. percben már 10 volt közte, és ezzel minden eldőlt. A találkozót 33-21-re nyerte a kozár-vislenyese. Meg kell dicsérjem az Orsit, leginkább azért, nem is feltétlenül csak a védései miatt, hanem inkább azért, mert a bemelegítésnél megsérült a Maja. Úgy volt, hogy ő kezd, belenyúlt egy labdába. Majd jött a Vivi, aki jól védett, viszont ugye ő meg a derekával bajlódik, és ez sajnos ez egyik védésnél rossz lett, bejött és megoldotta. Tehát mindenképpen őt meg kell dicsérjem, de igazából meg kell dicsérjem az egész csapatot, mert már a sok hiba ellenére is volt tartásunk, és voltak azért nagyon szép dolgok. Seffer Zsanett 5 góllal járult hozzá a kozár-vislenyi sikerhez. Az elején egy kicsit pontatlanul játszottunk, de éreztem ebben némi fáradtságot is. A héten ez már a harmadik meccsünk volt, de a második félidőre sikerült felszabadultan játszanunk. A szombathelyi gárda jelenleg az 5. helyen áll az NB1B 12 csapatos mezőnyében. Én úgy gondolom az első félidő teljesen jó volt, ott ugye azokban, hogyha nem hibázunk bele, ott a félidő az egy kicsit szorosabb is lehetett, vagy hát így is szoros volt, aztán akkor talán másik félidő máshogyan megyünk bele, de én azt gondolom a másik félidőben is mindenképpen úgy jöttünk, hogy szeretnénk fordítani a meccsen. Annyi, hogy kijött ott a 10. perc környékén a fáradtságot, ugye nekem nem, a csejékben nem tudtam olyan szinten belenyúlni, úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez volt az eredménynek az oka. Hétvégi győzelmével a tabella 3. helyére lépett a kozár-vislenyese. Kovács Tamás együttese legközelebb a Mohácsi Téje 1888 gárdáját fogadja, szombaton 18 órától az NB1B-s bajnokság soros fordulójában.